Kedves nézőim, most ismét egy stúdió beszélgetés következik, amelyben a kerékpáros közlekedés szabályaira szeretném felhívni a figyelmüket. A nyári időszakban bizonyára sokan pattannak kerékpár nyergébe, azonban a kerékpározással együtt olyan szabályok is vannak, amiket azért illik ismerni. Köszöntöm a stúdióban Ludvai Zsoltot, az Ajkai Rendőrkapitányság képviseletében. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Van-e valami ilyen kimutatás, hogy nyári időszakban több a kerékpáros baleset, vagy egyáltalán több ilyenkor van valami tapasztalat ezzel kapcsolatban? Igen, természetesen ebben az időszakban több kerékpáros közlekedik az útjainkon, tehát ezzel egyenes arányban a kerékpárosok által elszenvedett, illetve az általuk okozott közlekedési baleseteknek a száma is megnő. Hát az össz baleseti számhoz hasonlítva egy ilyen 8-10% szokott éves szinten lenni azoknak a személyisérüléses baleseteknek a számot, amit a kerékpárosok okoznak. Ehhez éppen ezért ennek a csökkentése érdekében az idei évben Veszprém megye is csatlakozott ahhoz a programhoz, amit tavaly évben Nógrád megye kezdett el, indított el, ott egész jó hatásfokkal működött. Ennek a lényege gyakorlatilag az lenne, hogy figyelemfelhívó jelzőtáblákat helyezünk el olyan gyalog átkelő helyek előtt mellett, ahol mellette kerékpáros átvezetés nem került kiépítésre, nem került felfestésre. Tehát ezeken a helyszíneken a kerékpárosoknak nincs más módja, mint a kerékpárról leszállva, mint a gyalogosként átolja a kerékpárt ezen a útszakaszon is így folytathatja az útját. Ezeken a helyszínekre egyelőre négy helyszínre tudtunk ilyen figyelemfelhívó táblákat kihelyezni. Reméljük ennek is meg lesz a pozitív hatása, tehát a kerékpárosok által, illetve a sérelmükre elkövetett közlekedési balesetek száma remélhetőleg csökkenni fog a jövőben. Említett egy nagyon fontos momentumot, ugye, hogy a kerékpárról leszállva áttolják, ugye itt ezen a részen, ez nagyon fontos lenne, azt hiszem, hogy nagyon sok a félreértés ebből, például a gyalogátkelő zebránál. Mi az előírás a kerékpárosok részére, mert én is sokszor járok úgy vezetés közben, csak előbb bukka hirtelen a zebrán egy kerékpáros, keresztül teker előttem valahonnan a semmiből, és azt sem tudom hirtelen mit csinálják. Így van, hát ez rendkívül balesetveszélyes szituációkat tud eredményezni. Igazából a szabályozása ez a következőképpen néz ki, ahol kerékpárút, illetve gyalogút, kerékpáros gyalogút van kialakítva, és ez egy másik útszakaszt keresztez, és a gyalogátkelő hely mellett kerékpáros átvezetés kiépítésre került, tehát ez gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy egy sárga színű szaggatott csíkot felfestenek a gyalogátkelő hely mellé. Itt nem kell a kerékpárosnak leszállnia, itt, hogyha az elsőbségi viszonyokról meggyőződött, és nem jön forgalom, nincs forgalom az úton, akkor nyugodtan áttekerhet a kerékpárjával. Amennyiben ilyen kerékpáros átvezetés nincs felfestve, tehát csak egy simas NASZ mezei gyalogátkelő helyről beszélünk, itt nincs lehetőség a kerékpárosnak sem áthajtani a gyalogátkelő helyen, itt ugyanúgy le kéne szállni a kerékpárról, meggyőződni arról, hogy nincsen forgalom is, mint egy gyalogosként kéne áthaladni a gyalogátkelő helyen. Igen, nagyon jól mondja, kellene, mert legtöbb esetben nem teszik, úgyhogy én is mondom, ha látom, hogy kerékpáros közeledik az úton, akkor már tudom, hogy le fog hajtani és keresztül teker előttem, mert sajnos ez így van, de szabálytalan az egyszerűen. Szabálytalan. Van-e előírás az öltözékre, kerékpáros öltözékre vonatkozóan? Gondolok itt például a sisak használata kötelező. Hát egyelőre ajánlott felszerelés kötelezővé akkor van téve, hogyha lakott területen kívül 50 km/h-nál nagyobb sebességgel kíván a kerékpáros haladni, ekkor kötelezővé tették számukra ezt a biztonsági felszerelést, de egyébként nem kötelező, csak ajánlott. És magának a kerékpárnak a felszereltségének milyennek kell lenni? Mi az, ami kötelező? Így van, tehát a kerékpárnak, ami mindenképpen kötelező felszerelés, hát az a világító berendezések, ami a legfontosabb lenne. Előre egy fehér vagy kadmium sárga fényt kibocsátó lámpa kéne, hogy legyen elhelyezve, ami legalább 150 méterről látható lenne. Hátsó világítás ugyanúgy, az vörös fényt kell, hogy kibocsásson, ugyanígy 150 méterről látható kell, hogy legyen. Annyi könnyítés van a KRESZ-ben a tavalyi évtől kezdődően, hogy ezt a világítást nem muszáj kerékpárra felszerelni, felszerelheti a kerékpáros akár saját magára, akár a ruházatára, hátizsákjára, vagy elől akár a sisakjára. Egy a lényeg, hogy legyen, működőképes legyen, látható legyen. Most már az sem előírás, hogy folyamatos fény biztosítson, akár villogóra is lehet állítani. Egy a lényeg, hogy a kerékpáros az látható legyen rossz látási viszonyok között. Ami még kötelező felszerelés, hát értelemszerűen két különböző működőképes fékkel, első hátsó fékkel kell a kerékpárt felszerelni.
illetve hátulra egy piros színű prizmát is el kell helyezni a kerékpárra. Ami még szintén kötelező előírás, hogy legalább az első kereket egy narancssárga színű prizmával fel kell, hogy szereljük. Hát igazából ennek akkor van jelentősége, hogyha a kerékpáros egy utat keresztez, ugye se az első, se a hátsó világítását nem látja a járművezető, de azért látja, hogy valaki keresztbe által előtt az ülőkre ülőkre így van, prizma, egy prizmát. Csengő? Csengő, így van, illetve még a csengő az utolsó olyan, ami kötelező tartozik a kerékpárosok esetében. Fényvisszaverő mellény ajánlott vagy kötelező? Fényvisszaverő mellénynek a használata az lakott területen kívül éjszaka, illetve rossz látási viszonyok között kötelező a kerékpárosok részére. Egy másik ilyen kérdés, ami rendszeresen felmerül, a úgymond ittas vezetés a kerékpáron, tehát szabad-e alkohol fogyasztani, ha valaki kerékpározik? Tavaly évben ez is változott, enyhítettek egy kicsit a szabályozáson a kerékpárosok részére, tehát náluk már nem beszélhetünk nulla toleranciáról. Olyan mennyiségű alkoholt lehet fogyasztani kerékpárra való közlekedés előtt, ami a kerékpárost a járműve biztonságos vezetésében nem akadályozza, tehát ura marad a kerékpárjának. És akkor ez mit jelent konkrétan, hát hogy ez, döntik ezt el? Igen, hát ez elég nehéz, elég gumiparagrafus. Személye válogatja, hogy ki az, ami ki mit bír igazából. Hát amíg gyakorlatilag a közlekedését ezt nem lehet észlelni, addig a rendőr nem fog vele szembe intézkedni, de hát ez elég egyénfüggő. Igen, mondjuk nyilvánvalóan az, hogyha valakit látjuk, hogy a kerékpárt elengedve már megállni sem tud, akkor... Hát ott már feltételezhetjük, hogy egy kicsit túllőtt a célon. Azért baj van. Őrnagy úr, ugyancsak elég lazán értelmezik a kerékpárosok az egyirányú utcákat. Tehát mondva, hogy út van, menni lehet, jönnek, mennek oda-vissza, ezzel mi a helyzet? Hát igen, ez városunkban is eléggé gyakran előforduló probléma. Elég sok egyirányú utca van a városban is. Behajtani abban az esetben lehetne egy irány utcával forgalommal szembe kerékpárosnak, ezt egy kiegészítő tábla engedélyezni. Ajkán ilyen kiegészítő tábla egyetlen egy irány utcánál sincsen elhelyezve, tehát gyakorlatilag nem szabad. Ez már csak azért is nagyon veszélyes, mivel az egyirányú utcába haladó járművezető alapesetben nem számít arra, hogy szembejövő forgalom érkezne, tehát ez nagyon balesetveszélyes szituációkat tud teremteni. Arról nem is beszélve, hogy a jogalkotó ezt elég szigorúan rendeli büntetni. Nem tesz különbséget a között, hogy most egy személyautóval vagy egy kerékpárral hajtok be forgalommal szembe. Egy behajtani tilos jelzőtáblát ezzel gyakorlatilag megszegek. Kötelezően közigazgatási eljárást kell indítanunk, és mérlegelnie sincs lehetősége a rendőrnek, hogy milyen bírságösszeget szab ki, kötelezően 30 000 forintot ki kell ezért szabni, tehát igazán meggondolandó. Egyrészt nem csak a bírságösszeg miatt, ami azért tényleg elég jelentős, hanem a saját életük, testépségük védelme érdekében is. Tehát ugyanaz a kerékpárosokra is vonatkozik? Ugyanaz a szabály vonatkozik, mint a gépjárművezetőkre, így van. Ellenőrzik-e egyébként a kerékpárosokat rendszeresen valamilyen oknál fogva, vagy szúrópróbaszerűen? Így van, tehát a napi ellenőrzéseink részét képezi a kerékpárosoknak az ellenőrzése. Az idei évet az ORFK kiemelten a kerékpárosok, gyalogosok, motorosok ellenőrzésére szentelte, tehát még kiemeltebben, sűrűbben, rendszeresebben kell ezeket a járműcsoportokat ellenőriznünk, úgy ezek között a kerékpárosokat is természetesen. Nagyon köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunk és tájékoztatott minket. További minden jót kívánok. Én is köszönöm szépen.